Szerzőként és szakértőként most is Luna professzor működött közben. A hosszú és fáradtságos alkotói folyamat alatt szinte minden részlet komoly vitatüzében edződött ilyen acélossá, ahogy ezt nem sokára tapasztalhatjátok. Egyetlen dologban értettünk maximálisan egyet, hogy a bemutatáskor kérjünk a közönségtől előre elnézést. Élete. De Luna professzor szakértő szemével látva felfedezhettük, hogy micsoda ritmus és zeneiség kíséri a mindennapjaikat. A következő jelenetben egy a hölgyek által igen kedvelt munkahely mindennapjaiba nyerhetünk bepillantást. Ezen munkahelyek közül az egyik, ha nem a leghíresebb, ahol nem más éli dolgos mindennapjait, mint... Hogy szakmájának minden csínyát, vinnyát és annak zeneiségét megismerhettük. A kegyéről végül lemaradtunk, de talán ez jobb is. Viszont a most következő jelenet főszereplője az egyik legfontosabb munkakör jeles képviselője lesz. Munkájukat az élet meg annyi helyszínén látják el nap, mint nap, még a világ legnagyobb sztárjait felvonultató színpadon is. Thank you.
aludni ezek után. Nyilván időt kell hagyni, míg a retinákba égett képtől az ember szabadulni tud. Talán csak a Sasszem klinikán végzett lézeres beavatkozások versenyezhetnek az imént felrobbantott vizuális bomba hatásfokában. Váratlan közlemény érkezett, idézem. Csaba, szólj a főnöködnek, hogy az elhangzott reklámért járó összeget mégis inkább a svájci bankszámlára utalják. Közlemény vége. Na, elnézést kérünk a váratlan közjátékért, és műsorunkat ezennel folytatjuk is. Hiszen a mindennapjainkat még meg annyi fontos foglalkozás kíséri, amit igazán nem hagyhattunk ki a ma estéből. A takarító nő tisztává varázsolja az életterünk helységeit, és vannak, akik a külső tereinket teszik szemedgyönyörködtetővé, a rendszeres spricceléseikkel és dugányozásaikkal. Tisztelegni szeretnénk a mentőorvosok áldozatos munkája előtt, hiszen ők azok, akikre mindig számíthatunk, ha igazán baj van. Valamint az egészségügy legfélelmetesebb szaktekintélye sem maradhat ki, hiszen a teremben levők közül majdnem biztos, hogy többen nem jártak még nőgyógyásznál vagy urológusnál, de fogadni mernék, hogy az ő rendelőjében már mindenki megfordult. A doktor urat beteghez hívták, de már úton van. Thank you.
Köszönhetően végül mindenki megmenekült. Valamint egy gyönyörű mosollyal még csodálatosabbá tettük ezt az estét. De ahogy egy régi Dakota közmondást tartja, rend a lelke mindennek. És bizony vannak, akik ezen fáradoznak nap mint nap. Mi is lenne velünk a maximális szellemi, fizikai és mentális kondícióval megáldott rendőreink nélkül. Thank you.
utolsó jelenetünk egy igazi zenetörténeti különlegesség. Bizonyára csak páran vannak tisztában azzal a ténnyel, hogy a világon széles körben ismert Brahms, magyar táncok zenemű címe egy tévedésből fakad. Miután Brahms megkomponálta a Borbélya mozdulatai által ihletett művet, egy tréfás kedvű ivó cimborája azt hitette el vele, hogy a magyar szó jelentése szőr eltávolító az új-kaledóniai brám őslakosok nyelvén. Mivel a tréfa sikeres volt, a tévedésből adott címen mutatta be a nagy zeneszerző ezt a művét. Így van. Ja. Fel is. Bonyolult lesz.